Sziasztok, üdvözletem innen üdömről. Nem is szálltam itt még le azóta, mióta felújították. Egyébként nem semmi, hogy itt csináltak rendesen. Átjárót, még a gyalogosoknak is sodompós. Ugye, két fél sodompó is van, mert egy az már nem is elég. Ugye fél sodompót külön. Sőt, ott van egy harmadik is, csak nem tudom, hogy az mire való, de... Összesen öt fénysodompó van. Tehát itt van, azért oldalanként kettő, és ja, nem, a másik oldalt is van ott még egy, tehát... Ebből van három fénysodompó, egy gyalogos átjárónak. Azért ez már nem semmi. Hogy minek ennyi? Igazából szerintem egy bőven elég lenne irányonként, de hát... Aki ezt is képes így benézni, hát azon már tényleg nem lehet mivel segíteni, az a betonfalon is átmászna. És egyébként erre van a... Másik megcsinálták rendesen a pedont. Ugye a régi állomás épület is megvan, de hát az már a felújítás előtt is ugye magántulajdonban volt. És hát amiért itt leszálltam, az, hogy Pilisboros Jenőre fogok menni, biciklitúrázni. Igazából majd az Egri várnak a másolatát akarom megnézni. De lesz ott még szerintem más is útközben, ami miatt érdemes megállni. Vá, és jönni fog egy vonat. És hát sajnos, ahogy hallom, itt is Mátyus Kati a bemondó. Még igazán meghagyhatták volna lábait. Már nem is emlékszem, felújítás előtt itt volt-e hangos bemondás. Már akkor csak egy sima megállóhely volt. Ugye régen állomás volt üdem, aztán még a 90-es években felszedték a kitérővágányt, utána lett megállóhely. És igazából most is megállóhely, mert vágány kapcsolat nincsen. Csak közben a vasútvonal lett két vágányú. De most bemondták, hogy a vonat fog áthaladni. Akkor azt még megvárom. Igen, és egyébként arra még emlékszem is, hogy még a felújítás előtt a kettesen volt ebből bőven ezért probléma, hogy itt nem lehetett keresztezni, mert Óbuda meg Solymár között nagyon ezért nagy távolság volt, és vagy Óbudán dekkoltam oda 15 perceket, vagy Solymáron. A másik irány. Tehát ha kiengedték Solymára azért a Pestre jövő vonatot, akkor a másiknak kellett Solymáron dekkolni. Hogyha nem engedték ki, akkor meg ugye ott Óbudán állt negyed órákat. Ugyanaz volt egyébként Pilisvörösváron is, mert és volt egy 9 kilométeres állomás köz Pilissabon a Pilisvörösvár között, ami ráadásul ugye csak 60-as vagy 50-es tempójú volt, mert tele volt lassú jelekkel, ott nagyon nem lehetett haladni. Ott volt az alagút is. Hát aztán a felújításkor azt megoldották, ugye itt most Pilisvörösvárig dupla vágányú, egészen Újpestől. Igen, ezt az utat is újonnan építették ide a vasút felújításkor, tehát itt a 10-es út kapott elkerülő utat, itt a felújításnál, Solymárnál is ez épült új bekötő út, Óbudán felüljáró, Pilisvörösváron épült aluljáró. Úgyhogy azért ez egy tipikus példa volt itt a kettes vonali felújítás, hogy a költségek körülbelül fele, vagy egy kicsivel több is, mint a fele, az közúti fejlesztésre ment egyébként, tehát a többet kellett a közútra költeni, mint a vasútra itt a felújításnál. Tehát látszik ott is, hogy van egy gyalogos aluljáró. Itt egyébként ilyen nyaralók voltak. Oh, na, most átváltott, akkor mindjárt jön a vonat. Bár szerintem fölött lesz, úgyhogy semmi érdekes, de hát mindegy, ha már jön, akkor megvárom. Hoppá, már ezt nézzétek, micsoda autó. Ez egy Lincoln. OT és rendszámú, már veteránosított. Jó. Ezt nézzétek. Nem semmi. Micsoda kurva jó autó. Hát nem tudom, mennyi látszik belőle, de semmi ide. És nagyon faszán föl van újítva. Megmutatom hátulról is. Ez se semmi, ez a szikla. Azt hiszem, hogy ez lesz majd a teve. Térképen láttam egy teve sziklát, lehet, hogy ez az. De majd csinálok a fényképet is. Ezt nézzétek. Itt van a teve szikla.
semmi. De még... innen is, hú, ezt nézzétek, a kilátás milyen szép. És itt az ideg. Fel kell tovább menni. Most lejtő lesz, már nem emelkedő. És valafele van valahol az egri vár is. Egyszer majd csak megtalálom. Spotter bicikli továbbra is. Üzemkész, és megyünk. Nézzétek meg, hogy azért gumi nem sok van már rajta, mert kezd ez a tömött gumi egyre jobban lekopni. Nem csak utófelülete. De ezt a szezont ezt még ki fogja bírni. Télen meg úgyse fogok ezzel járni, mert tömött gumival ilyen nem lehet közlekedni. Jövőre viszont valószínűleg venni kell egy új tömörgumit. Most ezen a meredeken ki nem, de ez annyira meredek, hogy egyszer nem lehet rajta rendesen legudulni, mert szépen csak így fékkel nagyon lassan lecsorogni. Innen nem látszik, de ez majdnem derékszögű szinte. Szintén nem merek rajta csak úgy simán neki engedni, meg ráadásul ilyen ezért ilyen szar is az út, hogy bármikor bármi megdobhat, aztán borul az egész. Úgyhogy szépen lassan így azért hátsó fékkel lassan csorogva lehet itt csak lejönni. Vagyis hát mindkét féket egyszerre használva. És most ezen a tankcsapdán kéne átmenni, viszont van itt egy kerülő út, tehát szerintem megpróbálok itt elmenni. De valahol itt van egyébként ezen túl, és akkor ott jobbra is, ott jelzi a térkép a várat. Két út is van, én itt jöttem föl, de egyébként errefele is lehet menni, úgyhogy visszafele úton itt megyek. És itt van a vár, nézzétek meg, ennyi. Ennyi maradt meg belőle egyébként, hogy ezt a egri csillagok forgatására építették ide, hát azóta viszont ugye itt hagyták magára, és egyébként érdekesség, hogy a forgatás alatt le is égett egyszer a vár, is újra kellett építeni, de ezt megtették, ugye, mert még nem fejezték be a filmet, azért épült újra, és hát ennyi látszik belőle mai napig. De majd mindjárt szétnézek belülről is. Ezt nézzétek, hát várból ennyi maradt, viszont itt látom, valami rendezvény van. Ez legalábbis most vagy volt, vagy van. Hát, még oda majd felmegyek, meg azt a részét megnézem, meg még elmegyek addig, ameddig tudok. Hát ez ennyi. Adjatok nekik kávét. Nézzétek. Ez van a legmagasabban az egri várból, és akkor még arra fele tudunk elmenni. Itt a kilátás a másik részére a várnak, nézzétek meg. És egyébként úgy arra fele is. Valahol arra fele lehet. Ja nem soha már a másik irányban van, vagyis hát ott a vasút, közút, többi. Viszont errefele is szép a kilátás. Pár ilyen bolthíves része van, ott is van egy. Át tudunk alatta sétálni. De biztos, hogy szoktak ide járni, mert az előbb még tűzlakó helyet is láttam. Ott is van. Ennyi maradt fönt a várból. És a filmforgatás óta ezt ugyan semmire nem használják. Ezt nézzétek, hát akkor innen hátulról az egri vár. Nézzétek, 2008-ban kapott azért egy emléktáblát, viszont elég viseltes állapotban van. Hát, hogy ezt nem hiszem, hogy ez magától repett ez így meg, ezt ha valaki szétvandálkodta,
ott hiányzik valami, és nyi. De az időpont legalább megvan, mikor tették ezt ide, hát 13 évvel ezelőtt kb. Hát most meg látjátok, hogy néz ki. De ezt is nézve, lehet, hogy itt van benne a gazdba valahol a tábla. Az a fel, amit letöltek. Nem tudom, nézem, de én itt nem látok semmit. Úgy, hát vagy hát lehet, szerintem azt már elvitték, azért érdekes lett volna, hogyha itt ebbe a gazdba megtalálom. Hát akkor a vádat azt közben megnéztem minden irányból. Ja, most elindulok egy másik úton, most elmegyek arra, aztán meglátjuk, hogy van-e még itt valami. Aztán valahogy visszajutok szerintem időmre, aztán majd meglátjuk, hogy vagy tovább megyek biciklivel, vagy felszállok a vonatra. Aztán ugye majd még a nap többi részét azt majd eldöntöm. Na, sikerült valami útra átévedni. Viszont a térkép szerint ez jó felemhegy. Körülbelül egy olyan 100-200 méter maximum, és bele szorkolik egy másik útba, ami szerintem már jobb lesz, vagy az lesz, amin idefele jöttem, csak akkor elég durva emelkedő volt, de most viszont lefele már vígan lehet gurulni üdömig. Viszont itt nem lehet biciklizni, itt annyira szal az út, csak tolni. Na hát ehhez az úthoz képest, amire most kijutottam, ez már szaláda. Mindenki, hát lefele fogok menni, akkor már guduljunk egy kicsit. Ó, és mindjárt betelik a tárhely, akkor néhány videót meg letöltök. Ezen az úton gurgultam lefele, nézzétek meg. És lehet még errefele menni, viszont rossz irányba, mert üdöm a másik irányba van, de visszafele nem fogok menni. El lehet menni errefele, pont az előbb jöttek szembe, megkérdeztem, hogy Pilisvörösvár fele. El lehet menni, úgyhogy végül is nekem mindegy, ott is fel lehet szállni a vonatra, úgyhogy most már akkor csak lefele. És előbb-utóbb meg lesz a vasútállomás is. És őszintén nem is kell Pilisvörösvárig elmenni feltétlenül, mert Solymár meg Pilisvörösvár között még ott van Szélhegy, meg aztán van még egy megálló, vagy csak Szélhegy van, nem tudom. De ott a régi Pembügyárdnál ott például lehet. Vagy hát ott most már van egy megállóhely az átépítés óta. Itt is volt egy hosszú meredek. Nem semmi, azért nagy nehezen lejöttem, de folyamatos fékkel, úgyhogy most egy kicsit várok, ameddig visszahűlnek a fékek, aztán majd arrafele kell menni, és megnéztem a térképet. Csak elvileg Solymárhoz jutunk a vasúthoz. Hát erről jöttem, itt egy elég kacifántos úton ide jutottam, még a tízesen is át kellett jönni, mondjuk keresztbe szerencsére, csak legalább 5 perc volt, ide sikerült akkor a forgalom. És innen elvileg ezen az úton végig haladva eljutok Szélhegy megállóig. És ezt figyeljétek, itt vagyunk Szélhegyen, ott mutatom mindjárt a megállóhely tábláját is, de eddig sikerült egy kacifántos erdei úton. Ne tévesszem már titeket, csak a Konyadig van ilyen szépen leaszfaltozva, megfelelzi van utána sima földút. Mondjuk abból a jobbik fajta. És itt is nézzétek meg, azért rendesen kiépült itt minden. Gyalogosoknak külön fénysoron próbál, itt már tényleg csak irányunként egy van, és annyi elég is. És itt nincsen sorompó, az csak az útra jár. Egyébként szerintem ide felesleges, hogy gyalogosoknak külön. És hát itt van a két vágány, arra fele van Pilisvörösvár, a másik irányba pedig Solymár. Átadom a bicajt a sineken, aztán meg majd itt körbenézek. És akkor egy kis érdekesség, ez volt a régi nyomvonal a kettes vonalnak, amikor még egy vágányú volt. Hát itt arrafele már ide épült a P plusszer, meg a többi. Máson van B plusszer is, látjátok P plusszer. És egyébként igen, itt ment a régi nyomvonal, és valahol itt volt az átjáró. Előkodtam 9 évvel ezelőtt, én csináltam itt egy fényképet egy dezíróval, ahogy itt jött ki az ívből. Valahol itt álltam akkor, és itt volt az átjáró, amúgy sima András keresztes volt, úgy emlékszem, még fénysorompó sem. Bár erre lehet, hogy lehet, hogy fénysorompó volt. De mindenképpen csak egy sorompó nélkül, ha volt is. És így onnan jött ki az ívből a dezíró. És
Én nagyjából nem lett valami jó kép, mert a Desiro fele az úgy lemaradt a képről, meg ilyesmi, de azt pont itt kaptam el. És itt jött tovább a vágány egyébként, ahol most az út van. És arrafele még egyébként több helyen fel lehet fedezni a régi nyomvonalat. Látjátok, mindjárt itt van a következő vonat, amivel a nyugatiba el lehet menni, úgyhogy mi sokat várni se kell. Ez lesz a következő, ezzel elmegyek Rákos rendezőig. És akkor vonattal irány tovább. Na most már egyenesen Rákos rendezőig. És egyébként itt egy-két helyen még szerintem látszik a régi nyomvonal. Mondjuk itt már nem annyira benőtt a gaz, de egyébként itt volt. Ah, és itt érdekesség, hogy most megint állnak, megvannatok. Mivel jöttem, az is megállt. Na, valószínűleg azért mennyit van füsti. Megálló helyen megáll. A vágány előtt kérjük vigyázzanak. És jó, hogy itt Rákos rendezőn.